Szabad István képviselt illeti a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az egészségügyi reformcsomaggal kapcsolatos vezérszónoki felszólalásomban áprilisban már jeleztem, hogy a Zala vármegyei Szent Rafael kórház traumatológiai osztályát miniszter úr utasítására egyes progresszivitási szintről kettes szintre tervezik átsorolni, annak ellenére, hogy nincsenek meg az ehhez szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek. A pártunkhoz beérkezett információk alapján a traumatológián nemhogy a kettes szintet, de az egyes szintet is alig tudják teljesíteni, az állandó ügyelethez nincs elég szakorvos, az óriási munkateher miatt az orvosoknak nincs egy szabad hétvégéjük sem. A megbízott osztályvezető főorvos pedig nyugdíjasként dolgozik. A szakorvosok osztályos munkát, ügyeleti, készenléti, sürgősségi feladatokat egyaránt ellátnak és műtenek. A rezidensek nem tudják a traumatológiai képzést teljesíteni, mert a sürgősségi osztályra vannak beosztva, ezért csúszik a szakvizsgájuk. Ha így megy tovább, össze fog omlani az osztály, ahol 2021-ben már volt egy nagy kilépési hullám. 2021. augusztusig a kórház kettes szintű traumatológiai feladatokat látott el, egész Zala vármegyéből és Vas vármegye őrségi részéről is érkeztek betegek. A traumatológián 12 szakorvos és 2 rezidens dolgozott, akik az osztályos feladatok mellett műtöttek, és a sürgősségén is be kellett segíteniük, így olykor 3 helyre voltak egyszerre beosztva. Az egyre növekvő munkateher miatt kezdeményezték a sürgősség és a traumarendszer szétválasztását, de a kórház vezetése nem volt ebben partner. 2021. júniusában 9 orvos adta be a felmondását, amit a kórház vezetése úgy kommunikált akkor, hogy az ügyeleti díjak alacsony mértékét sérelmezték. Akkor sem, és most sem a pénzről volt szó, hanem a leterheltségről, amit hosszú távon nem lehet csinálni. A kórház közleménye szerint 2021. augusztusban a korábbinál magasabb színvonalon újjá alakult a traumatológia, valójában azonban kénytelenek voltak átsorolni egyes progresszivitási szintre. Közben hivatástudatból 2021. szeptemberében 8 orvos visszavonta a felmondását, 2 közülük azonban nem térhettek vissza a kórházba. Egy főorvos jelenleg a Kanizsai Dorottya kórháznál dolgozik, a volt osztályvezető főorvos életét teljesen ellehetetlenítették, tavaly ősztől már magánklinikán sem alkalmazzák, mert miniszter úr példát akar statuálni vele. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a kórház vezetése tájékoztatta-e önt a traumatológiai osztályon kialakult emberfeletti leterheltségről, a súlyos szakorvos hiány ellenére miért nem engedi visszavenni a volt osztályvezető főorvost, hogy nyugdíjas kollégáját tehermentesítse, a rezidenseket miért nem hagyják, hogy a sürgősségi feladatok helyett traumatológiai képzésben részesüljenek. Várom érdemi válaszát, tisztelt államtitkár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Azt hiszem fontos, hogy mindenhol az ország minden pontján az emberek azt érezzék, hogy megfelelő egészségügyi ellátásban részesülhetnek. Ezért is fontos számunkra, hogy míg a baloldal vízidíjat vezetett be, míg a baloldal kórházakat zárt be, egészségügyi dolgozókat bocsájtott el, ezzel szemben mi minden kórházat igyekszünk megőrizni, és meg is őriztünk, mióta kormányzunk. Ők kórházakat zártak be, sőt elmondták a 2022-es választási kampányban, hogy a kórházak 45%-át bezárnák, viszont mindegyik kórházat és mindegyik osztályt fontosnak tartjuk, amit csak lehet, ezeket fenntartjuk és fejlesztjük. Most már 2800 milliárd forintot költünk éppen ezért az egészségügyi ellátásra, az emberek egészségére. Ez amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor jóval kevesebb volt, 1198 milliárd forint, ebből lett most 2800. És az orvosbéreket is a járvány ide alatt emeltük meg radikálisan, és vezettük ki együtt alatt hálapénzt. A kormányzásunk kezdetén egy kezdő orvos 129.500 forintos bruttó alapbérrel rendelkezett, most ez 687.837 forint. Egy pályája végén levő orvos 41 éves gyakorlattal a kormányzásunk elején 262.345 forintos bruttó alapbérrel rendelkezett, most nem 262.000, hanem 2.380.057 forint ugyanez a bér. Így elkezdtünk megbecsülni az orvosokat. Ami a Zala vármegyei Szent Rafael kórháznak a traumatológiáját illeti konkrétan, tisztelt képviselő úr, itt a kettes progresszivitási szinthez, tehát az előrépéshez szükséges szakmai tudás és tárgyi minimumfeltételek mind rendelkezésre állnak.
személyi feltételek biztosításával kapcsolatban pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Traumatológiai Szakkörium egyeztetése megtörtént. A rezidensek kapcsán az osztályon dolgozó szakorvosok és szakdolgozók a feladataikat kiválóan ellátják, és 5 rezidens is szakképzését tölti az intézményben. Nem került a képzési tervük, szakképzési tervük módosítása, tehát semmifajta csúszás így nincsen. A traumatológiai szakképzés az kötelező eleme, annak kötelező eleme a sürgősségi képzés, és 5 rezidens szakképzési tervei közül 4 még a régebbi rendszerben, régebbi szakképzési terv alapján 6 hónapos sürgősségi gyakorlatot tölt, 1 fő pedig 2 hónapos sürgősségi gyakorlatot tölt, de semmifajta módon a traumatológiai képzésük semmilyen formában nem sérült. Azért, hogy minél magasabb színvonalú legyen az ellátás, éppen ezért a Pécsi Tudományi Egyetem traumatológiai klinikájával közösen került sor a traumatológiai tanszéknek a létrehozására. Így került sor a gyermektraumatológiai ellátás bővítésére is, illetve korszerűsítésére, ami megtörtént, illetve így sikerült elérni a minimál invazív technikával történő csípőprotézis műtétek számának megemelését is, ami azt hiszem, hogy mindenkinek az érdekét szolgálja. Úgyhogy tisztelt képviselő, örülök, hogy önt is érdekli ez a kérdéskör, örülök, hogy foglalkozik vele, de ön is láthatja, hogy amit itt az ellátás helyben való fejlesztésért meg lehet tenni, azt itt helyben igyekeznek is megtenni. Nem csupán arról van tehát szó, hogy szemben a baloldal kórház bezáró és leépítő tevékenységével szemben mi fenntartjuk a vidéki kórházaknak is a működését, hanem fejlesztjük is azokat, éppen azért, hogy ne kelljen más megyébe vagy Budapestre utazni akkor, hogyha valakinek pláne a sürgős esetben segítségre van szüksége. Úgyhogy itt a fejlesztéseknek már szép eredményei is vannak, és jövőben is ez várható, és ahogy említettem, a rezidensek pedig a képzési tervük szerint haladnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. A válaszát, tisztelt államtitkár úr, nem tudom elfogadni, tekintettel arra, hogy minden áron a Zala vármegyei Szent Rafael kórháznál akarnak 2-es szintű traumatológiai ellátást létrehozni, amikor az 1-es szint teljesítéséhez még mindig nincs elég ügyeletes szakorvos. Ezzel szemben a Kanizsai Dorottya kórház jelenleg 1-es szinten működő traumatológiai osztálya el tudná látni a 2-es szintű feladatokat. Be is adták a kérelmet a működési engedélyük módosítása iránt, amit azonban elutasítottak. Ennek oka ismeretlen, és sokan nem értik, hogy ez miért történik. Ezt vélik aggasztónak is. Emiatt viszont a jelenleg Zala vármegyében nincs 2-es szintű trauma ellátó hely, így Szombathelyre vagy Kaposvárra, illetve a Pécsi Tudományegyetemre küldik a súlyosabb betegeket. A betegellátás biztonsága érdekében a Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy a Kanizsai Dorottya kórház mielőbb kapja meg a 2-es szintű ellátáshoz az engedélyt, emellett áldásos lenne, hogy a Zala vármegyei Szent Rafael kórháznak is adottak legyen ezek a lehetőségei. Köszönöm.